millennium kapcsán született meg Magyarországon egy elhatározás, hogy egy hatalmas sorozatban a 64 vármegyét próbálják meg a jelentősebb településekkel együtt a közvélemény elé tárni. Borowski Samuel volt az, aki a sorozat szerkesztését vállalta, tehát gyakorlatilag ezeknek a köteteknek az összeállításában minden vármegyének a legkiműveltebb emberfői vettek részt, tehát mindenki, ki a történelemmel, ki a gazdasággal, néprajzzal, rengeteg fényképanyag, térképek, műtárgyaknak a leírásai, fotói vannak bennük, és valószínűleg ezzel szerettek volna tisztelegni a Magyar Állam Alapítás ezredik évfordulója előtt. Természetesen mindenütt szükségeltetnek megfelelő szakemberek. És én már amikor valamikor a 90-es évek elején, amikor kezembe kerültek, akkor nagyon sajnáltam, hogy sem Ung, sem Bereg, Ugocsa vagy Máramaros megyék itt ebben nincsenek. Kisebb áthallások természetesen vannak, hiszen például Zemplén vármegye leírása az elképzelhetetlen lenne az ungvári dolgok nélkül, tehát ezek mind megtalálhatók itt, vagy a szatmáriak azok az ugocsaival összekapcsolódnak. Szabolcs vármegye szintén megtalálható. Tehát gyakorlatilag így körbelőttek bennünket, ha úgy szabadon fogalmaznék, a környező történelmi vármegyékkel, és sok mindent meríthetünk. Tehát aki igazán keresni akar, akkor ezekben a kötetekben megtalálja. Néprajz, gazdaság, kultúra, műemlékvédelem, régészet, tehát ez egy hatalmas, ha úgy akarni fogom, ez egy fundamentális munka, tehát egy nagyon alapos munkáról van szó, ami nem csak a polcot fogja húzni lefelé, hiszen a súlya mindenképpen, tehát a reprint kiadásonak pedig egy ilyen pozitívuma, hogy mind a papírban, mind a kivitelben megpróbálják egy az egyben leképezni az eredeti kiadványokat. Úgy hiszem, hogy az elméket is mindenképpen egy igen súlyos teherrel fogja megalapozni, vagy alátámasztani. Tehát aki ezeket lapozni fogja, az mindenképpen fontos és alapos ismeretekre tesz szert. Ma már ezeknek vannak egyébként digitális változatai, de még ez mindig nem ugyanaz. Tehát a könyvnek a szaga is, a nyomdafesték szaga az az igazi, ami egy ember számára, és akkor egy igazi, hát polihisztor számára, tehát az újságírótól a mezőgazdászon keresztül, tehát az, hogy hogy kell szántani, milyen típusú vetésforgók vannak az adott megyében. Tehát ez egy lexikális tudás, egy óriási munka, és aki megkapta, és elég jelentős számban voltak a különböző civil szervezetek, egyházak, akkor ezeket tudják használni. Igyekeztek azért a mára modern magyar irodalmi nyelvet használni, tehát nem archaikus fogalmazás. Itt rengeteg olyan szócikk van, amelyet mindenképpen lehet használni, hivatkozni. Tehát mint egy-egy kötet, ez több száz oldalas, tehát szerintem mind a diákok, mind a kutatók ezt megfelelő módon tudják használni. Ma már azért részben ezek a könyvek hozzáférhetőek. Értékét tekintve ezek ez egy ilyen, hát több százezer forintos kiadványról van szó, tehát éppen ezért fontos, hogy mink egy iskola nem biztos, hogy meg tudna engedni magának, hogy egy ilyet vásároljon, és ezért fontos a külgazdaság és a külügyminisztérium ilyen jellegű nagy lelkűsége, hogy a évfordulókhoz kötődően ilyen kiadványok is eljutnak. Tehát nem csupán a szép irodalom, hanem ez mindenképpen az alapos tudománynak egy fontos tartóoszlopa.